Karcak számára egy kitörési pont, egy nagy lehetőség az, hogy a milánói világkiállítás magyar pavilonja ide kerül és gazdagítatja a város kulturális művészeti kínálatát, egy elsőrangú látnivalóval is gazdagabbak leszünk. Ez a Milánói pavilon annak idején a világkiállításon az egyik leglátogatottabb, legnépszerűbb létesítmény volt, folyamatosan sorban álltak az emberek azért, hogy a programokon részt tudjanak venni, és egy kormánydöntés hagyta jóvá azt a pályázati eredményt, amelynek köszönhetően karcagra kerül ez a jeles építmény. Én most nem akarok foglalkozni azzal, hogy a sajtóba ezt ki, hogy meg. Szerintem fontos, hogy által a város gazdagodik, Karceg egy jelentős középülettel dicsekedhet majd, és a strandhűdővel szemben az egyáltalán nem pusztaságnak tekintető elsébet ligetben egy szabadidő eltöltésére alkalmas park kerül majd kialakítása, ott lesz majd a milánói Pavilon, mellette rendezvényterületek lesznek, és megnyílik a lehetőség egy újabb hotel megépítésére, egy új szálloda megépítésére is. Így munkahelyek jöhetnek létre, a város vonzereje növekszik, az életminőség javul. Ezért is némileg értetlenül áll az ember bizonyos kritikák előtt, hiszen jól tudjuk azt, hogy itt Kancogon minden fejlesztést meg kell becsülni, minden beruházásra szükség van, és minden munka egyértelmű kincs, amely a karcagi családok megélhetését teszi lehetővé. Én azt javasolnám azoknak, akiknek nem tetszik ez a beruházás, hogy lehetőleg ne ártsanak, hogyha már használni nem tudnak, hogyha nem tudnak a város fejlesztésében felmutatni olyan dolgokat, amelyek által a településünk előrébb tud haladni. Azt is látom, hogy van vita a tervező vagy ötletgazda részéről, nem ismerem az illetőt. Itt Karcag egy kormányhatározat által lett kijelölve, mint a Milánói pavilon újraépítésének a helyszíne. Tudomásom szerint a magyar állam mindenkinek a mi kifizette, tehát hogyha valaki vitatja a pavilon építésnek a jogszerűségét, hogyha szerzőjogokat támaszt, vagy különböző igényeket fogalmaz meg, akkor a korábbi megbízójához kell fordulni, ebben az esetben semmiképpen nem Karcag városához. Karcag városa és a tervező, illetve a korábbi kivitelezők között ugyanis semmiféle jogviszony nincsen. Ez nem is szükséges, hiszen a magyar állam mindenki irányába rendezte a tartozását. Az is egy nagyon fontos dolog, hogy a fejlesztés által további beruházásokra nyílik lehetőség, és azt a munkát folytathatjuk, amely megkezdődött a Deák körút, Madarossi út kereszteződésének a kialakításával, a Kun Millenniumi Emlékműnek a megépítésével utána a strandfűdő, a strandfűdő kempingje épült meg, a cédulház felújítása megtörtént, a kórház felújítása is megtörtént, tehát a városnak tépitekkel ellenben ez a egyik leggyorsabban fejlődő, leglátványosabban fejlődő része. És én bízom abban, hogy ez így is lesz, hiszen egy település fejlesztésnek egy fontos területéről van szó. Nyilván a városok más része is megújultak az elmúlt években. Elég arra gondolni, hogy a főtér szinte teljes felújítása megtörtént, a Dérinné, a Városháza és a Kisvöldek között is új iskola tömbépült, most egy műfős futballpálya, tehát van egy folyamatos városfejlesztési Munka a Cserhát KFT székháza készült, -e, megőriült a vasútállomás, egy felüljáró és egy aluljáró készült. -e. Tehát ezekbe a város fejlesztési lépésekbe illeszkedik ez a munka, és jól tudjuk azt is, hogy erre a területen még egy sportcsarnok építési igénye is megfogalmazódott. Nyilván ezek 5-10-15 éves munkák, de általuk megélhetési lehetőségek jönnek létre, illetve az életszínvonal is gyarapodhat. Ebbe élezkedik a milánói Pavilon, amely azt hiszem, hogy a település része lehetése, a idejekező turisták számára elsőrangú látványosság. Folyamatban vannak a munkálatok, megérkeztek a Milánoi Pavilon használható részei, ezeknek a szakszerű betárolása is megtörtént. Nyilvánvaló, hogy más jellegű épületről van szó, hiszen ott egy kiállítási pavilon, egy ideiglenes épület volt, ezt kell majd itt megfelelően újra tervezve, végleges formában megépíteni ahhoz, hogy hosszú időn keresztül láthass el azokat a funkciókat, amelyek a eredeti tervek szerint is kulturális, művészeti, illetve sport rendezvényekre tették alkalmasra az épületet. Én bízom abban, hogy a Milánói pavilon, itt Karcagon, már karcagi e épületként. A települések egy díszes és kellemes színfoltja lesz, karcak kincse, hiszen az önkormányzat által bölcsen megfogalmazott program ezt tartalmazza. Számomra meglepő az, hogy van olyan önkormányzati képviselő, vagy olyan parlamenti képviselő jelölt, aki olyan kevésé tájékozott a helyi ügyekben, hogy nem tud ezekről a illetve tájékozatlanságot igyekszik érvei mögé felsorakoztatni, mint egy mencsvárként, hiszen meggyőződés, hogy mindenki a kellő információkhoz hozzá tud jutni, tud tájékozódni, erre megvannak az önkormányzati fórumok, illetve a kormányhatározat is nyilvános, hozzáférhető.